Mit iszol, Kika? Mit iszol? Kika, mutasd meg a szentélyedet. Elmondom megint. Bevásároltunk újra. Elkérem a haverok üres dobozait, aztán teszem a Facebookra, mint én ettem volna meg. Ebben mind fullon van a cucc. Sőt, én úgy nyomom, megveszed ezt a dobozt, ez csak félig van. Én még veszek egy utántöltő zacskót, és telibaszom, hogy fullon legyen. Nem amilyen fél dobozokat itt tartani. És most a videó végén egy kis kivágott jelenetek, egy kis kulisszatitkok elárulása lesz itt folyamatban. Ez az én kis szentélyem már évek óta, ez az én felső kis privát polcom, itt vannak a kiegészítőim. Úgyhogy aki eddig nem kapcsolt el, az most meglátja, hogy mi a helyzet ennyi év után a szentélyemben. Először is, mivel edzéshez készülök, kibontottam az Animal Amstekket, és ez az adag kupac bogyó van benne. Ez a másik kis adag pedig egy Cytekes Limbos, egy Arginin és egy Biotekes Tribuster. Úgyhogy én szépen ezt a pakkot fogom benyelni ezekkel az edzés előtti por alakú formuláknak az egyvelegével. Jól is lakok lassan. Na! Úgy érzem, hogy megtettem mindent a jó minőségű és hatékony edzés kimeneteléért, és most irány a Spice. Annyit kell tudni, kicsi a hely. Ez az én kis szentélyem már évek óta, ez az én felső kis privát polcom, itt vannak a kiegészítőim. Itt mellette egy ilyen kinyomtatott kis táblázatban a kedvenc Cytekes edzés előtti formuláim. Itt szoktam mindig X-szerű melyikből kell rendelni. Ezekben a színes dobozokban, ami Ranistiből nagyrészt Cytek márka, az évek alatt kikísérletezett és számomra legjobban érezhető hatást kiváltó táplálék kiegészítőim. Az ott fönt a Hard Blood 3.0-as verziója, az egy edzés előtti ilyen nitrogénoxid fokozó italpor. Alatta van egy Big Bang, az egy ilyen kreatinos, bedurrantós italpor. Abból van ott még egy, mert annyira jó, hogy egy nem elég. Akkor középen van egy BCA aminósa, van lejjebb egy G-bombom, ott egy Creastar, mert még kell egy kis kreatin. Aztán van a Megalarginin, abban mondjuk bogyók vannak, meg a Limbos, az is ilyen bogyós cucc, ebben itt alul pedig ebben a kettőben fehérjék vannak. Ja, és itt alul van egy, ez a kakuk tojás, ez Biotekes, ez Nitrox. És akkor itt mellette látható, ez itt a titok, ez a kammagra zseli, amiből egy kis nyalat néha be kell tolni, mert hallottam, hogy mostanában a teremben mindenki ezzel gyúr. Ez is egy hasonló hatást ad, mint az ilyen nitroxos dolgok. Úgyhogy azt mondják, aki kammagrával gyúr, az keményebb, mint a többi, úgyhogy ez is van. Álló faszol a legjobb megkönnyebni. Na. Ja igen. És itt a 80 literes hajdú villanyboiler alatt találhatóak az ásványanyagok és vitaminok kiegészítő pakjaim. Ezekről a videóban nem nagyon szoktam beszélni, benneteket ez még nem érint, majd 40 fölött ti is megtudjátok, hogy miért kell izületvédőt szedni, mint például ez a kondroitin, miért kell cinket, magnéziumot, kálciumot, C-vitamin, D-vitamint, nyomelemeket, meg bifidus eszenzist, meg ilyen dolgokat szedni. És majdnem lefelejtettem itt a Dolce Gusto kávéfőző mellett, ő ugye a Tribuster, ez a csillagtök kivonatos tesztoszteron fokozó, és akkor van itt egy kis vitamin, One a Day vitamin, a feleségemnek itt van a One a Day, ez nem az enyém, de néha rájárok én is, ez egy ilyen napi egy vitamin komplex, és van itt még egy kis cink, multivitamin, itt hátul egy kis D-vitamin, az ott leghátul nem tudom mi, de abból is beszoktam egyet kapni. Szóval teljes mértékben oda kell figyelni az izületekre, a vitamin és az ásványanyag háztartásunkra is. Szóval, megvannak ezek a színes porok, Odlut, G-bomb, Big Bang, Ettek, Carbox, Kreatin Monitrát és BCA. Amíg ezeket összepakolgatom, unalom ellen lőtyölöm a kis energiitalomat. Azt ennyi? Na, legelőször is elmondom, mi a helyzet. Itt az a sok szép kis színes kupak. Megmutatom, mit kell csinálni. Na! Megcsináljuk az edzés előtti italomat. Engedtem bele egy kis vizet.
ez pedig a Szájtektől az Ettek, ami napi csápa, így józanul nem bírom elmondani. De a lényeg az, hogy ez a mentális felkészülés teljesen segít ráhangolódni szellemnek az edzésre, és végig segít koncentrálni, megbassza az agyadat mindenhol, az ilyen finom szőlőíző. Szóval rakok egy kicsikét ebbe bele, ez ilyen edzés előtti formula. Ez az Ettek a bevetés, az edzés előtt ilyet kell inni. Kérlek szépen, rá tudsz hangolódni teljesen az edzésre, végig koncentrálsz, olyan, ha belennél állva. És közben csak nyomodni a gép, és nem fáradsz el. A következő, a Big Bang, ősrobbanás, öcsém. Hát ez ilyen szuper, nem tudom, 6-féle kreatin, 16 aminósav, meg kutyafasza, szuper 56 aktív, integrátet, pre-workout, stimulátin, 2.0-as verzió. Hát ez kurva sokféle kreatin van, a foszfát, monohidrát, meg a nem tudom milyen. Rakunk ebben is egy kicsikét. Ezeket egyébként nem szabad sohasem összekeverni a többi termékkel. Egyszerre csak egyet szabad. Akkor itt a kedvencünk, jó kis almás BCA, aminósav, kitolja a fáradást, még mit tudom én, ebből is teszünk bele rendesen, jó az íze, bezúrannak tőle a húsok, szóval ez volt a BCA. Aztán ugye itt a hot blood, hát ezt már ismerjük, ugye a forró vér, vagy mi a jecél az előző videóból, hát ez ráhangol olyan edzés előtti bedurrantó, hogy beszarsz, ebből is rakunk bele rendesen. Jó kis górranás íze van. Hát ez enyhén ilyen malária szintű lázat csinál, amire beérek a terembe, már ver a víz, dobog a szívem, vagy fönt van a vérnyomás, minden bajom van. Alig várom, hogy elkezdjem nyomni a súlyjal, és úgy érzem, hogy habbagyom az edzés, azonnal meghalok, úgyhogy nincs leállás. Most ebben viszont nem glutaminon átbaszás, ez feszkos kreatív monohidrát. Én csípem ezt a monohidrátot, a legolcsóbb, feltöltős, stb. Glutaminos dobozban van tartva, mert tetszik a színe, mert kurva szép zöld. Na most mivel a kreatinén nekem egy kicsit van cukrom, ez megbassza a cukrot, amikor a szervezetbe a véláramba kerül. Nekem van ilyen biotekes carboxom, skytekes dobozban, ha már Magyarországon vagyunk és az átcímkézésnél. Tehát a carbox az meg ilyen szénhidrát, zöldcukor szerint. Abból is rakunk bele, hogy a kreatin a vérben tudja cukorral dolgozni. És akkor itt a stimulálókat úgy összekevergettük, így állunk, alakul. Rábaszunk még egy ilyen gébombot a végére, hogy durva legyen. Ez, kérlek szépen felolvasom, ez multivektor glutamin mátrix, hogy mi a fasz? G-bomb, a G-pontomat szétrobbantja. Kurva jó, azt hiszem ez is valami almás, szőlős, vagy nem tudom. Ebből is egy csipet rakunk a dolgokhoz. A Skytek egyébként fejleszthetné a menetem, mert szétbasz az idegvére, visszatekerek egy dobozt. Ja, közben töltünk egy kis liddés energiét alól. Van a koffein, elkarnitin, meg nem tudom mi. Na, ezek voltak egyelőre a porok, mindjárt folytatom. Most ez aszkorbinsav, az én címkém, ez egy ilyen herbáriában lehet kapni, ez ilyen porszerű, aszkorbinsav, C-vitamin. Hát ennek egy késhegyni egy nap elég, de én belerakok ebből is bőven egy kanállal. Aszkorbinsav, az kell a vitamin. Jó savanyú, nem drága, nem kell szarozni vele. Egy szép kis dobozba tartom. Úgyhogy van most már benne egy C-vitaminunk. Most jönnek a bogyós termékek. Rinvos, hát ezt még a tesztelés időszakban kaptam. Ez az a fajta, amivel kettőt kell bekapni, és viszket tőle a vállam. Hát a bőr. Úgy ki jönnek a kis ereim. Fölnyomja a vérnyomás, vagy nem tudom. Ez a Rinvos, ez valami olyat tud. Skytek. Ilyen kurva szép bogyója is van. Ez, kérlek szépen, egyszerre izomtömeget növel és zsírt éget. Tehát ahol megedzem magam, is ebből kettőt bekapok úgy, hogy már viszket tőle a vállamon a bőr. Ahol én megedzem az izmomat, az izom megnő és megeszi körülötte a zsírt. Kurva jó fogunk kinézni tőle. Szóval, kétszer bimbosszunk már van. Utána jön, hát ez állati cucc. Ez az Animal M-Steak. Hát ez ilyen szép konzervdobozban, kis zacskók adagol, 21 adag van benne. Ez hát egy ilyen kis hormonoptimalizáló, meg tesztoszteron fokozó, meg ilyen mindent beállít, meg system, meg fokoz. Csupán ennyi kis bogyócska van benne. Ez a Skytek bogyó, ez az M-Steak bogyó. Utána Mega Amino, egy kis régi hagyományos bogyó aminósav, ezt is ide veszünk mellé. Aztán van itt ez a Kreator. Ez kreatin foszfát kapszulába. Ez ilyen szép csajos lila. Én kettőt ide dobok azért. Hú, és majdnem kimaradt. Ezt fogos lehet kapni, Biotek. Kitalálta ezt az Isolate, Isorade, vagy mi a faszom. Ez kérlek szépen ilyen bedurrantó cucc.
nitrogénoxid fokozó, nem tudom. Elvileg egy edzésre egy egész ilyen be lehet dobni, de szerintem ezekre a cuccokra, amiket összekeveredne, ezt rádobnám, akkor simán szívinfarktust kapni. Úgyhogy ebből csak így az íze miatt, mert narancsos, megízesítem a kukorikomat. Úgyhogy így most már tényleg gyönyörű a főzetem. Kérem szépen, benne van minden, ami kell, semmi, ami nem. Megvannak a bogyók, na azt mondja, hogy jaj, bogyóból, azt mondja, két Skytech bogyó, a Lean Boss, aztán az M-Steakből van három kék, egy piros neónak, van benne egy ilyen sötétebb, aminósabb valami, meg három világosabb, aztán így mellé rakok ezt a biotekes maszek aminósabb, amit kicsit nagyobb, meg a két kreatin foszfátot, lila bogyót, úgyhogy ez így fasza lesz, szerintem meg is van minden. Szerintem ha megérem a 80-at, lehet, hogy a 60-nak is örülni kéne, nem lesz ekkora gyógyszertárkészletem mindenemre, mint ami már most van. Jani, a kameráztad volna, azért jobb lett volna, de ja, a mosatlan, igen. Azt, aki majd fikázni akar, akkor tudja, hogy jóra a gyerek, nem bír mosogatni, hát üzenem, hogy igen, igaz, nem tudok mosogatni, parkolni, meg vezetni se, meg még egy csomó minden nem tudok, viszont tudok ilyet.